videómhoz. Ebben a videóban pedig kijöttünk a Ravens Racing meghívásával a Hungaroringnek a pályájára, ahol az új M-Man kamionjukat tesztelik a 2023-as úgymond ilyen versenyek előtt, hogy minden oké és minden új változtatás jó legyen, és hogy idén is ők nyerjenek. Jöttem vele abban a reményben, hogy hát tovább tudunk vele majd menni az új rajtnál, de nyilván az nem volt lehetséges akkor ott. Aztán ha meg ugye nem jár az autó, és ugye ott rakodunk vele úgymond, akkor én nem szoktam rögtön beszállni, mert szerintem az rögtön veszélyes, hanem mindig általán meg szoktam várni, hogy biztosan elhaladjon a mezőny, meg biztos ne legyen ott senki már a környéken, amikor kiszállok.
lelkesek vagyunk azon, hogy a télen nagyon jó munkát végzett a Davis Racing csapata, úgyhogy köszönöm szépen nekik az első, ugyanaz, amivel tavaly mentünk, csak nyilván ezért szedtük, felújítottuk, tavaly év tapasztalataiból kiindulva végeztünk bizonyos átalakításokat, a megbízhatóság és ugye a teljesítmény javítása szempontjából is, és most pedig ugye itt vagyunk a Hungaroringen, az idei első tesztünket bonyolítjuk ma, és abszolút pozitívak vagyunk, lelkesek vagyunk, szerintem jó kilátásaink vannak az idei szezonban is, mi vagyunk szerintem az esélyesek az idei, és most nagyon pozitív vagyok, és remélem lenni, hogy az idei esélyeségnál is egy szövésében. Gyakorlatilag a kamiatt, hogy teljesít. Egyelőre minden rendben van, az várakozásoknak megfelelően teljesít, úgyhogy én bízom benne, hogy sikerül a tavalyi eredményeinket megismételni, megtartani az előnyünket. Motorikusan változtatott már el? Semmi jelentős, a turbón vannak minimális átalakítások az előző évhez képest, de semmi jelentős, nem várunk ott nagy különbséget a tavalyi évhez képest. Azt láttam az elején, hogy a hűtő fektetve. Így van. Milyen szempontból? Hát a vízhűtőnk van fektetve, a motorhőmérséklete az nem annyira kritikus, az nincsen annyira túl hajtva a motor, tehát az nem szokott elmelegedni. Egyedül akkor van azzal a problémánk, hogyha nagy forgalomban vagyunk fordított rajtrácsos versenyeken, amiatt van azon is egy vízsprisznyi egyébként, azzal is azt is tudjuk fogyóvízzel is hűteni. Sokkal fontosabb a teljesítmény szempontjából, hogy az intercoolerünk legyen minél hidegebb, így inkább az van optimalizálva légáram szempontjából. De akkor nem is a gyári motor van, szóval gyári, de versenymotor. Igen, gyakorlatilag a szabályzat azt meghatározza, hogy mit lehet alakítani a gyárihoz képest a motoron. Igen. Tehát a blokk, illetve a hengerfej az nagy rész gyári. Szelepemelés is gyári kell, hogy legyen, de mondjuk például a szelepnyitási profil az lehet más. Az üzemanyagrendszer is lehet a gyáritól eltérő, a turbó is lehet a gyáritól eltérő. A belsejében nem vagyunk teljesen tisztában, ezt mi sem nyithetjük fel a motort, ezt ahogy béreljük, ezt azon módon használjuk, nem alakítunk át rajta semmit. De nagy vonalakban a gyáriban megegyezik, egy néhány kulcsalkat része van egyébként kifejlesztve. Körülbelül a teljesítmény adatot, hogy szóltam? Hát olyan 1200 lóerőt közelíti a teljesítményünk, és olyan 5500-6000 Nm forgatónyomatékunk van. 3,5 watt fogyomással, egy 12,5 literes savas hatékonyabb dízelmotor, közvetlen befecskendezés, tehát a gyárihoz egész közeli technológiával bír. A turbonyomásunk az, ami sokkal nagyobb, mint a gyár, illetve a befecskendezési nyomás az, ami eltér. Súlyba a technikai szabályzat meghatároz egy minimumot, 5300 kg hogy legyen minimum az autó, és ebből legalább 3150 kg az első tengelyre kell, hogy essen. Tehát ez egy ilyen 60-40%-os súlyeloszlást ír elő a szabályzat, úgyhogy azért elég volt súlyos, még is az autó ennél nem tud. Hiába tudnánk jobbat, nem lehet, hogy nem csináltunk. Amúgy milyen sűrű, vagy mennyire fognak? Hát a gumira is van egy elég összetett szabályrendszerünk, mert nem összetett, de elég fejlett. Ugye 6 gumi van a járműben, és egy nap, tehát egy szombati napon, az ugyanannak a 6 guminak kell rajta lenni az időmérén, az első versenyen és a második versenyen is. Ugyanannak a 6-nak. Tehát a sorrendjét, a helyzetét azt cserélgetjük, de egy nap 6 gumit lehet elhasználni a tétfutamokon, vasárnap pedig újabb 6-ot. És akkor ez ugye hátulhajt? Hátulhajt, igen. Az eleje kopik jobban egyébként a súlyeloszlás miatt így is, meg a kormányzás miatt. Ezt el is koptatja, tehát hogy egy verseny után már az a gumi az nem az igazi. Sőt, az időmérőn azt mondom, hogy a teljes csúcs teljesítményt azt mondjuk 2 körön át tudja a gumi. Utána már a versenyen nem az igazi, nem olyan, mint az időmérő, és a nap végén az már nekünk nem alkalmas, következő hétvégére nem lehet átvinni. Ilyen autóztatásokra még jó, tehát guminak gumi, elgurul rajta az autó, de nem tudom, hogy nincsen olyan teljesítményre. És például itt a Hungaroring pályáján mi a, úgymond a köridő, hogyha egy kört nézünk? 2:17-eket megyünk most, ha jól emlékszem. Tehát ilyen... Ez a mostani? Igen, ez ilyen kis túraautós köridő jellegű. Tehát nyilván a top sebességünk a 160-ban nekünk limitálva van szabály szerint. Igen. Meg azért egy 5,3 tonnás járműről beszélünk, de azért a kanyar tempója, meg a fék, meg a gyorsulás is azért elég dinamikus az autó. A spriccelős hűtéssel mit hűtötök? A vízhűtőt is, az intercoolert is, és a fékeket is. Tehát... Szóval annyira melegednek a fékek, ugye a kanyarok miatt? Így van, a fék az egy kör után használhatatlan lenne a vízhűtéstől. A szabályzat szerint teljesen széria a fékkel kell hűtőszerbezeit. Minden alkatrésze a fékrendszernek az teljesen gyári. Tárca, betét, gyerek, minden. És van pár olyan dolog, amit elfejtettem ott például még ott elmesélni, vagy ami még eszembe volt, de például elfejtettem megkérdezni a kamion. Ugye biztos sokan kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen teljesítmény adatot nyújthat például egy 0-100-as gyorsuláson,
és mondta, hogy ezt nem így szokták mérni a kamionoknál, hanem ez nem, vagyis hát, hogy nem állórajtos, hanem úgy van, hogy 60-ról, 160-ról, ugye 160-ra le van korlátozva, egy úgymond a motor vezérlőbe, hogy bármilyen fokozatban van, nem bírjon 160-nál többet menni, és azt hiszem az volt, ami 5 másodperc, ugye 60-160 volt 5 másodperc, 16 sebességes kézi váltó van benne, ami úgy van, hogy 8 normál, meg 8 ugye a terep. Ugye itt úgy van, hogy az EMAN-től bérlik a motort egy évre, szóval minden évben kibérlik, végig megy a szezon futamokat, és utána visszaadják nekik. És ahogy láthattátok, nagyon sokan kín voltak, szóval az M1, M4 sporttól kezdve nagyon sok mindenféle belső interjúst is meghívtak ugyanerre a forgatásra, ahova engem is. Szóval ez olyan szempontból egy nagyon nagy dolog volt számomra. Akkor például, ami még látható volt, hogy az egyik felvételen pont úgy zoomoltam, hogy a kamiont hátulról vettem, és mégis átláttam a kamionon a hűtőkön keresztül. Szóval úgy vannak beállítva a hűtők, hogy a lehető legjobb hűtést kapják tényleg. És ugye mondta is a Csaba, hogy a motorhűt az annyira nem melegszik, inkább a cooler, úgymond a turbót kell minél jobban visszahűteni. És úgy körülbelül ez az a pár dolog, amit még hozzá akartam tenni a videóhoz. Szerencsére szép időnk van, meg is történtek a finom beállítások. Sok sikert kívánunk Norbinak a 23-as évhez, a futamokhoz. Sziasztok, én Matesz voltam, és találkozunk a következő videóban.